A nagytőkés érdekek szerint politikai segítséggel osztják az állami földeket Magyarországon, a volt államtitkár szerint. Ángyel József Pécsett tartott előadást, azt mondja, néhány tőkés akarja megszerezni a termőföldeket, így a vidéki emberek létalapja szűnik meg. A politikus szerint a családi gazdaságok nélkül életképtelen a vidék. Mi most, akik itt vagyunk, és ezt tudjuk, és akik felháborodtunk, mit tudnánk tenni? Kérdezték Ángyel Józseftől Pécsett előadása után. A lemondott államtitkár az állami termőföld pályázatokról tartott értékelést. A képviselő azt mondja, a spekuláns nagytőke szerezte meg a földterületek nagy részét az országban. Aki 2011-ben a legtöbb agrártámogatást vette föl Magyarországon, az első hármat mondom, csak a három legnagyobb érdekeltséget, ami részben a földhöz kötődik, mert föld alapú támogatás, ehhez is kell a föld, részben pedig fejlesztési forrásokról van szó, azt úgy hívják sorrendben, hogy Csányi Sándor, Leistinger Tamás és Nyerges Zsolt. Ángyel József azt mondja, a politika kiszolgálja a nagytőkés köröket. Ez alól nem kivétel a jobboldali hatalom sem. Úgy határozzák meg a törvényeket, rendeleteket, szabályokat, hogy ezeknek a köröknek az érdekeit szolgálja ki, ahelyett, hogy az állam, a közösségek állama, amit egyébként a közösség tart fönn, a közjó mentén hozna ezeket az intézkedéseket, és e tekintetben úgy látom, hogy nagy különbség a politikai pártok között nem mutatható ki. A megkötött földbérleti szerződések értékelését negyed évente hozza majd nyilvánosságra Ángyán ígérete szerint. Most Fejér, Borsod és Baranya megye adatait dolgozta fel. Ebből kiderült, hogy a földek 80%-át 24 érdekeltség vitte el ebben a három megyében, miközben a helyben lakó gazdák nem jutnak földhöz. Ángyel József azt mondja, nem ilyen politika mellett kötelezte el magát, ezért is mondott le posztjáról.